Ukrajna megkapta az engedélyt a mélységi rakétatámadásokra Oroszország ellen. A japán Hondánál is komoly problémák jelentkeztek, a Stellant és csoport pedig egyenesen feladta a kínai autópiacot. Történelmi tettet hajtottak végre az űrben. Először tett űrsétát egy civil, ráadásul olyan messze, hogy több mint 50 éve nem próbált ilyet egyetlen ember sem, ráadásul egy magáncég szervezésében. Ez a hírmix az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója, szép napot, Túrocéri Hárt Nagyon közel van a 70 ezer feliratkozó, kérjük egy feliratkozással ön is segítsen minket ehhez hozzá. Ha pedig én hozzám is feliratkozna Túróce Richardhoz, azt külön megköszönném, hamarosan érkezik oda az új news. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Anthony Blinken amerikai külügyminiszternek átadott egy tervet arról, hogy hogyan használná Ukrajna a nagy hatótávolságú rakétákat orosz célpontok ellen, számolt be az amerikai ABC News, az elnök egyik tanácsadójára hivatkozva. A megbeszélés során Zelenszky listát adott a lehetséges célpontokról is, azonban még nem született döntés a rakéták bevetésének engedélyezéséről, amerikai részről, britről már igen, erről hamarosan beszámolunk. A Bloomberg szerint valószínűtlen, hogy az ENSZ szeptember 24-i New York ülés előtt engedélyeznék Ukrajnának, hogy ilyen csapásokat hajtson végre Oroszország területén. Az amerikai csatorna részletezte, hogy Blinken több mint 700 millió dolláros új támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára, amelynek célja az ország energiainfrastruktúrájának helyre és a humanitárius segítségnyújtás. A nagy hatótávolságú fegyverek ukrajnai felhasználása az egyik fő téma volt a találkozón. Zelenszky kifejezte, hogy Ukrajna az amerikai ezekem rakétákat szeretné használni orosz katonai célpontok, például repülőterek és fegyverraktárak ellen. Blenke megjegyezte, hogy folyamatosan alkalmazkodnak a változó csatatéri helyzethez, és hangsúlyozta, hogy az amerikai Egyesült Államok elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. A Guardian forrásai szerint az Egyesült Királyság már meghozta a döntést, hogy engedélyezi Ukránának a Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú rakéták használatát Oroszország belső területei ellen. Bár a döntést hivatalosan nem fogják nyilvánosságra hozni, a brit kormány belső forrásai megerősítették, hogy a zöld jelzést megadták Kievnek. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter és David Lamy, brit külügyminiszter kievi látogatása, valamint az Iránból állítólagosan érkező orosz rakéta szállítások kérdése különös jelentőséget adtak a döntésnek. Az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közösen vizsgálja a rakéták használatának engedélyezését, ami lehetővé tenni Ukrajnának, hogy jelentős katonai előnyhöz jusson Oroszországgal szemben. A Storm Shadow rakéták hatótávolsága több mint 250 km, így képesek mélyen orosz területeket elérni, beleértve olyan katonai célpontokat, mint repülőterek és vegyben raktárak. Az orosz AC tudósítása szerint a nyugati média már felkészíti a közvéleményt a katonai eszkalációra. A média kiszivároktatásai, különösen a Gádia jelentése nem véletlenek, és arra utalnak, hogy a döntést már meghozták Washingtonban és Londonban, még ha hivatalosan nem is jelentették be. Ahogyan erről előző napi hírmixünkben is beszámoltunk, Dmitri Piszkov, a Kreml szóvivője hasonlóan nyilatkozott. A döntés formába öntése zajlik a nyugati közvélemény előtt. Anatoly Antonov, Oroszország Washingtoni nagykövete kijelentette, hogy ez az eszkaláció közelebb viszi a világot a harmadik világháborúhoz, és az amerikai Egyesült Államok egyre veszélyesebb lépéseket tesz a konfliktusban való közvetlen részvétel felé. Antonov hangsúlyozta, hogy Oroszország minden eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megvédje saját területeit, és arra figyelmeztetett, hogy az ukrán katonai lépések súlyos következményekkel járhatnak. A nyugati elemzők szerint a rakéták használata Ukrajnának stratégiai előnyt biztosíthat, különösen az orosz légierő bázisai és logisztikai központjai ellen. A brit és amerikai vezetés azonban óvatos, mivel egy ilyen döntés jelentős kockázatokat hordoz magában. A Guardian elemzői szerint egyes nyugati döntéshozók attól tartanak, hogy a rakéták használata közvetlenül bevonhatja a nato a konfliktusba, ha az ukrán támadások civil áldozatokat követelnek Oroszországba. Emellett a rakéták gyártása és szállítása is korlátozott, így az ukrán hadsereg csak gondosan megtervezett katonai műveletekhez használhatná ezeket a fegyvereket. A Németországban tartózkodó ukrán menekülteknek szeptember 30-áig át kell regisztrálniuk ukrán rendszámú autóikat német rendszámúra, jelentette be a Német Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés azokra a járművekre vonatkozik, amelyek már több mint egy éve tartózkodnak az országban, ugyanakkor az autók Ukrajnában való kivonása a forgalomból nem szükséges. A gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy technikailag egy autóra két rendszám is érvényes lenne, ami nyilvánvalóan visszaélésekre is módot adhat. Az ukrán források szerint ezt valószínűleg valószínűleg azért csinálták így a németek, mert a katonai szolgálat elől ukrán férfiaknak az ukrán hatóságok semmilyen hivatalos papírt nem adnak ki, és semmilyen állami szolgáltatást nem nyújtanak, amíg nem menek haza és nem jelentkeznek le a TCK-nál. Így viszont az autókra a Németország területét elhagyva elméletileg ismét rá lehetne tenni az ukrán rendszámot. Az ukrán nova izdánya szerint, ha valaki elmulasztja a regisztrációt 70 és 105 euró közötti pénzbírságra számíthat. Az RBK Ukrajna további részleteket között a regisztrációs folyamatról hangsúlyozva, hogy az ukrán menekültek az első évben használhatják az ukrán rendszámú autókat regisztráció nélkül Németországban. Az egy évnél hosszabb tartózkodás esetén azonban kötelező a jármű átregisztrálása, is, ki kell váltani a német rendszámot. Az autót a lakóhely szerinti illetékes járműregisztrációs hivatalban kell regisztrálni, amihez előzetes időpontfoglalás is szükséges. A német közlekedési minisztérium nem fogalmaz teljesen egyértelműen az autó műszaki vizsgálatáról. Azt írják a közlekedési szabályoknak megfelelő engedély, vagy EU megfelelőségi igazolás és további biztosítási igazolás szükséges. Hogy ez vajon kötelező német műszaki vizsgát jelent, amin számos ukrán autó nyilvánvalóan nem tudna átmenni egy új, immáron német forgalomba helyezés esetén, nem egyértelmű az ukrán sajtó szerint. Az viszont biztos, hogy ukrán digitális dokumentumokat nem fogadnak el, valamiért minden dokumentumnak papírformátumban kell rendelkezésre állnia. A Brit Védelmi Minisztérium jelentős mennyiségű elavult katonai felszerelést küldött Ukrajnának, amelyet egyébként leselejteztek vagy eldobtak volna, számolt be a Financial Times az Egyesült Királyság nemzeti számvevőszékének audit jelentésére hivatkozva. A brit hadsereg által Ukrajnának nyújtott katonai segélyek nagy része olyan felszerelésekből állt, amelyeket idézem, eredetileg leselejtezésre vagy cserére szántak, ám a brit védelmi minisztérium úgy ítélte meg, hogy ezek azonnali katonai értékkel bírnak Ukrajna számára, miközben a leselejtezési és megsemmisítési költségeket is csökkentették, vagyis odaadták azt, amit nekik pénzbe került volna megsemmisíteni. A jelentés szerint, bár ezer régi felszerelések könyv szerinti értéke mindössze 200 millió euró volt, a cseréjük 3,16 milliárd euróba került volna az Egyesült Királyságnak. Az ilyen felszerelések közé tartoznak például régi katonai csizmák, amelyek a brit hadsereg raktáraiban porosodtak, és egyébként a szeméttelepen kötöttek volna ki. A Financial Times beszámolója szerint a brit védelmi minisztériumban innovatív megoldásokkal is előálltak, például régi szovjet T-72-es tankokhoz gyártottak új alkatrészeket, amelyek Ezeket a Dalszeti Tankmúzeumban őrzött minták alapján készítettek el. A jelentés rávilágít arra is, hogy az Egyesült Királyság és az USA, illetve Németország után a harmadik legnagyobb katonai támogatója Ukrajnának eddig 7,8 milliárd font értékű katonai segélyt nyújtott. Azonban a brit támogatások egy jelentős része régi, leselejtezésre ítélt felszerelésből állt, amelynek könyv szerint értéke mindössze 171,5 millió font volt, míg a pótlási költségük 2,7 milliárd fontot tett ki. A támogatások háromnegyedel konfliktus első évében érkezett Ukrajnába. A brit hadsereg ezen felül kettő 4 milliárd fontot költött új felszerelések beszerzésére, 500 millió fontal járult hozzá egy nemzetközi alaphoz, valamint 830 millió fontot költött hadműveleti támogatásra részben a nato keresztül. A Financial Times szerint a királyi számbevőszék jelentése dicsérte a brit védelmi minisztérium gyors reakcióit és beszerzési eljárásait, amelyek jelentősen felgyorsították a légvédelmi eszközök Ukrajnába jutatását, ami normális körülmények között évekig tartó folyamat lett volna. A gyorsított beszerzési folyamatok révén mindössze 6 hét alatt le az eszközöket. A szándevőszék azonban aggályokat is megfogalmazott, különösen azzal a kapcsolatban, hogy a brit kiképzés nem készítette fel teljesen az ukrán katonákat a modern hadviselés, különösen a drónok elleni harc körülményeire. Bár a kiképzésen résztvevő 42 ezer ukrán katonából 89% úgy nyilatkozott, hogy jobban felkészültnek érzi magát a csatatéri túlélésre, sokan hiányolták a drónhadviseléssel kapcsolatos oktatást, amelyre a brit polgári repülési szabályok miatt nem került sor. A jelentés megjegyzi, hogy a brit kormány 2,5 milliárd fontot különített el a hadsereg készletének feltöltésére, amelyeket az ukrán konfliktus miatt lecsökkentettek, és a konzervatív kormány korábban további 10 milliárd fontot ígért a következő évtizedben a hadi anyaggyártás növelésére. A védelmi ipar megerősítése kiemelt prioritás lesz az új brit kormány által elindított átfogó védelmi felülvizsgálatban. A királyi számvévőszék által készített jelentés végső soron arra a következtetése jutott, hogy bár a brit katonai támogatás egy része régi felszerelésből állt, az mégis fontos értéket képviselt Ukrajna számára a harc és segített a hulladékok csökkentésében az Egyesült Királyság számára. A Honda idéglenesen leállította három kínai gyárának termelését, hogy csökkentse a felesleges termelési mennyiséget a gyengülő autóeladások miatt. A három gyárat a japán vállalat a kínai Dongfeng céggel közös vállalkozásban üzemelteti Wuhanban. A termelés állítására augusztus 26-a és szeptember 11-e között kerül sor a magas készletek miatt, számolt be a Japan Times. A kínai Dongfenggel közösködő japán Honda évi 720 ezer autógyártására képes, de a kereslet csökkenése miatt a vállalat az elmúlt Múlt hónapokban kénytelen volt visszafogni a termelést. Mindezt úgy, hogy a társuk a már Magyarországon is megjelent Dongfeng eladásai nőttek. A Honda értékesítései Kínában drasztikusan visszaestek az erősödő árverseny és az elektromos autók eladásainak növekedése közepette. A vállalat új autó eladásai augusztusban 44,3%-kal estek vissza az előző évhez képest, és ez már a hetedik egymást követő hónap volt, amikor csökkenést tapasztaltak. A japán sajtó szerint reális a annak, hogy a német és más európai autók után még a japán márkák is veszélybe kerülnek, mert még ők is képtelenek tartani a lépést a kínai cégekkel a világ legnagyobb autópiacán a kínaiin. A Business Standard arról számolt be, hogy a Honda március végén több mint 2000 dolgozót kért fel önkéntes távozásra, mivel a vállalat a fenntartható működés érdekében csökkenti a munkaerőt. Az első fél évben a Honda eladásai 21,48%-kal estek vissza Kínában, és a belső égésű motorral működő autók értékesítése 15%-kal csökkent az év első 8 hónapjában a Kínai Autószövetség adatai szerint. Egy újabb nagy európai dominanciájú koncern, a Stellantis pedig egyenesen elengedte Kínát. A Stellantis a több mint egy évtizeddel ezelőtti világgazdasági válság után alakult ki, és többek között olyan márkák kerültek bele, mint az olasz Alfa Romeo, az amerikai Chrysler, a francia Citroën, az amerikai Dodge, az olasz Fiat, az amerikai Jeep, az olasz Lancia és Maserati, a német Opel vagy éppen a francia Peugeot. A vállalatúriás reménytelennek tartja a helyzetét Kínában a szaksajtó szerint, és arra panaszkodnak, hogy Kína módszeresen szorítja ki őket az országból. Emellett már Ázsia érdemi részén komoly konkurenseik lettek a kínai gyártók, még a nem elektromos szegmensben is. A komoly saját autógyártással és saját márkákkal bíró Indiában is, a világ legnépesebb országában is inkább az európai gyártók autóit szorítják ki a kínaiak, mint a helyi márkákét. A szakportálok szerint a kínai autógyárak, amikor nem elektromos autót gyártanak, akkor az európai és japán gyárakkal közösen eltöltött évtizedek alatt eltanult technológiával olcsón állítanak elő 5-10-15 éves technikai alapokon nyugvó, megbízható autókat, amelyek a vásárlók döntő többségének igényeit maradéktalanul kiszolgálják, ehhez pedig mindig korszerű és igényes belteret adnak. Mivel kiforrott technikáról van szó, még a fenntartási költség is sokkal olcsóbb ezeknél az autóknál, mint az új európai vagy japán fejlesztéseknél. Él. Oroszországban olyan nem elektromos autókkal teretnyerő márkákkal adnak el pikapokat, SUV-kat vagy éppen családi középkategóriás autókat, mint a Havail, a Sherry, a Dongfeng, a Chang'an, az Omoda, a Geely vagy éppen a Gek, az orosz hírportál a lenta adatai szerint. A luxus kategóriában pedig egyre több kínai vásárol Hongqi márkájú autót, amelynek modelljeivel egyébként a teljes kínai párterit is jár, beleértve Xi Jinping Az arab országokban, a távol-keleten és Oroszországban is egyre több tehetős ember választja a kínai luxusmárkát, amely a kínai vásárlók viszonyát megváltoztatta a luxusautókhoz. Mivel a külföldiek is vásárolják a kínai luxusautókat, ezért büszkék rá, és a külső visszacsatolás miatt maguk is luxusként tekintenek rá, így vásárolni kezdték. Hasonló a helyzet a Lifan elektromos luxusautóival is. Az európai autógyártók részvényei jelentősen visszaestek, és további csökkenésre lehet számítani, mielőtt stabilizálódnának, írja a kanadai Bien Bloomberg. A Stock 600 autóipari és alkatrészindex 24%-ot esett április óta, vagy és majdnem elvesztette a negyedét, és a szektor olyan komoly kihívásokkal néz szembe, mint a csökkenő kereslet, a rendkívül magas energiaköltségek, a megdrágult gyártási költségek, a magas bérek, adók és járulékok, illetve a kínai elektromos járművek növekvő konkurenciája, valamint az EU és a Kína közötti kereskedelmi feszültségek. Különösen nehéz helyzetben vannak a német autógyártók, mint a Volkswagen csoport márkái, a BMW vagy a Mercedes, amely rekord alacsony értékesítési szinten van. Ezekről már korábban beszámoltunk. A Volkswagen, a BMW és a Mercedes eladásainak jelentős része Kínában történt eddig, ahol a kínai autógyártók versenye egyre nagyobb nyomást gyakorol az iparágra. Az európai autógyártók 2025-26-ra még mindig túlzott elvárásokkal rendelkeznek a profit tekintetében, miközben a szektorra hosszú negatív mars ciklus várhat. Ezt már a Morgan Stanley elemzői állítják. A BMW nemrég profit figyelmeztetést adott ki, míg a Volkswagenhez tartozó luxusmárka a Porsche már korábban csökkentette kilátásait. Az amerikai kormányzati álláspontot sugárzó Voice of America beszámolója szerint a kínai járműpiac növekedése alapvetően átalakítja az autópiacot, különösen az európai és részben a japán, a dél-koreai és az amerikai autógyártók kárára. Még 2017-ben az amerikai General Motors több mint 4 millió járművet adott el Kínában, 2023-ra ez a száma felére csökkent. A külföldi márkák, amelyek egykor dominálták a kínai piacot, most háttérbe szorultak a hazai elektromos és hibrid autók miatt. A bmw például nem csak a gyengébb kínai kereslet, hanem a technikai problémák is sújtják, az amerikai állami hírforrás szerint. A kínai autópiacon az elektromos autók iránti kereslet tovább növekszik, miközben a belső égésű motorral szerelt járművek iránti kereslet folyamatosan csökken. Gerald Isaacman, milliárdos és a Shift4 vállalat alapítója történelmet írt, amikor ő lett az első civil, aki űrsétát tett a világűrben. Isaacman a SpaceX Crew Dragon kapszulájából lépett ki amerikai idő szerint csütörtök reggel, miközben a bolygótól legtávolabbi ponton tartózkodott, amelyet ember elért az Apollo misszió óta. Az űrséta a során Isaacman az űrhajóhoz volt rögzítve, és a Föld látványában gyönyörködve így nyilatkozott, idézem, otthon sok munka vár ránk, de innen nézve a Föld egy tökéletes világ. A ment a SpaceX mérnöke, Sir Julius követte, aki szintén kilépett az űrbe, majd két másik csapattag, Anna a mérnök és Scott Kitt Petit, egykori vadászpilóta végezte az űrsétához szükséges manővereket. Az eseményt élőben közvetítette a SpaceX weboldala. A misszió nem csak azért különleges, mert ez volt az első alkalom, hogy egy civil, különösebb kiképzés nélkül űrsétát tett, hanem azért is, mert a Crew Dragon 1400 km-es magasságba emelkedett, ami a legnagyobb távolság volt az Apollo 17 1972-es küldetése óta. Isaac és a csapata 5 napot töltött az űrben, és az új típusú spacex ruhákat viselték, ilyen kialakítású ruhákat sem használtak még odakint. Mindezen felül pedig ezt egy magáncég Elon Musk vállalata hajtotta végre, hivatalosan amerikai állami közreműködés nélkül. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon erre a videóra egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor írjon egy kommentet is, mert ebből fogja tudni a YouTube algoritmusa, hogy érdemes ezt a videót megmutatni a másoknak is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!